az egyik munkacsoport, amelyik az átadás átvétel ügyeiben próbált megegyezni, az olyan jó munkát végzett, hogy meg is szűnt, mert hogy sikerült megegyezni minden pontban a szakszervezeteknek és a mi szakértőinknek. Én örülök ennek a megegyezésnek. A másik munkacsoport, ami a foglalkoztatási ügyekről szól, abban számos nyitott kérdés maradt, tehát úgy döntöttünk, hogy abban tovább is szakmai munka fog folyni. Egy fontos dolog, hogy tegnap a Magyarországgyűlés elfogadta azokat a módosító javaslatokat, azt a 4 módosító javaslatot, amit a szakszervezetnek a kérésére beterjesztettünk, amik szintén pontosítják az átadás átvételt, illetve néhány foglalkoztatási szabályt. A következő forduló az jövő szerdán lesz, akkor megpróbáljuk áttekinteni az összes olyan kérdést, ami még nyitva maradt. Ma 10 kérdést, én ha jól számoltam, kb. 20 javaslat, illetve 20 megállapodási pont javaslat érkezett a munkacsoportokból, ennek a kb. A felét tekintettük át, és a felében megegyeztünk, a másik fele az pedig nyitva maradt. Ma rendkívül fontos a foglalkoztatás és a foglalkoztatás biztonságának a kérdése. Ebben ma úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon lényeges és egy nagyon fontos előrelépés történt, nevezetesen, hogy a közoktatási intézményben alkalmazott pedagógusok, finanszírozott pedagógus álláshelyeket a 22 órához fogják kiszámítani, a 22 óra figyelembevételével, illetve az átlagos csoportlétszámmal. Határozottan elhangzott egy 20%-os béremelési igény a szakszervezetek részéről, nem csak a pedagógusok számára, hanem egyáltalán a közszférába. Nyilván erre mi nem tudtunk igent mondani ebben a helyzetben. Tovább fogunk tárgyalni ezekről a kérdésekről szerdán. Ez lesz az egyik legfontosabb téma. A mai napon tárgyalás folyt a nyugdíjasok kérdéséről is. Arról, hogy a nyugdíjasoknak a foglalkoztatása, vagy a nem foglalkoztatása, annak a bevezetése, hogy 62 éves korban kötelezően nyugdíjba kell menni, ez a közoktatási intézményekben, a feladatellátásban mit jelent. Ez további tárgyalást igényel, arra kaptunk ígéretet, hogy utána fognak még különböző adatoknak nézni, hogy ez a közoktatást hogyan érinti, és még egy nagyon fontos kérdéskör is, ugyan teljes mértékben nem született még megállapodás, a pedagógus életpálya modell minősítési rendszere, kikre vonatkozik, az is továbbra is egy nyitott kérdés.